nagyon sokan civilek is megszólaltak, olyan civilek is, akik már itt a színpadunkon is tanújjelét tették szabadságpártiságuknak, bátorságuknak. Ilyen volt bizony az a Szakács Árpád is, akit nem más, mint maga Lovas István is a legjobb és legbátrabb újságírónak nevezett, aki Dúró Dórával most közös könyvet jelentetett meg, könyvkiadó publicista barátunk, következzék tehát Szakács Árpád. A fiatal államtitkár a választási kampánykörút alkalmával egy eldugott Isten háta mögötti baranyai faluba látogatott el a stábjával. Az egész település kivonult a köszöntésére, mert nem akárki volt a vendég, hanem a falujuk szülötte, aki igen magas pozícióba került. Az államtitkár hosszú kortes beszédet tartott arról, hogy mindenkinek a kormányra kell szavaznia, mert csak és kizárólag ők képviselik a nemzeti, a keresztény értékeket, mindenki más nemzetáruló himpellér. Majd hozzátette. Nem lehet visszatérni a régi sötét időkhöz, mert még a ló is tudja, hogy előre kell menni, nem hátra, a jó paradicsom pedig piros és nem sárga. A település lakói illedelmesen megtapsolták a bölcsességeket, ezután az államtitkár a következő felhívással állt elő. Kedves falustársaim, én is innen származom. Nálam jobban senki nem érzi át a ti problémáitokat. Mondjatok három olyan dolgot, ami hiányzik a településről, és én nemzeti keresztény konzervatív hazafias becsületszavamat adom arra, hogy teljesülni fog. Település előjárói az első sorban toporognak, majd az egyik azt mondja. Államtitkár úr, látja, itt nem történt semmi 30 éve. Az utak szinte járhatatlanok, a problémáink ugyanazok. De nem hibáztatjuk sem magát, sem a kormányt. Nincsenek nagy igényeink. Három helyet csak kettő dolgot emelnénk ki, ami nagyon hiányzik a településről. Mi csak ebben kérünk segítséget, és egyik sem kerül sok pénzbe. Na mondja el maga, mi az, halljam, fordul Pökhendien az államtitkár a település vezető felé. 30 éve nincs a településen orvos, mindig 15-20 kilométerre kell utazzunk emiatt, csak egy orvos szeretnénk a településre, rendelünk az van. Ó, mi sem egyszerű, mondja az államtitkár. De hogy lássák, milyen nemzeti keresztény konzervatív kormányuk van maguknak, és hogy mennyire szívünkön viseljük az önök sorsát, ezt a gondjukat most itt azonnal megoldom. Itt az önök színe előtt felhívom az emberi erőforrások miniszterét. Majd gyorsan elővette a mobilját, tárcsázott, és mindenkinek a füle hallatára elkezdett beszélni a miniszterrel. Szia, uram! Itt vagyok a szülőfalumban, kampánykörúton. Itt mindenki ránk szavaz. De kellene ide egy orvos, meg tudod oldani? Rendben, átadom, majd a sokasághoz fordul. Látták és hallották, itt önök előtt beszéltem az emberi erőforrások miniszterével, aki mindannyiuknak jó egészséget kíván, és most rajtam keresztül azt üzente önöknek, hogy a problémájuk megvan oldva, azonnal intézkedik. Na látják, így megy ez. Nem is tudom, miért nem szóltak hamarabb. Viszont egy hét múlva ne felejtsenek el majd a kormányra szavazni. Tehát az egyik problémát megoldottuk. Mi a másik dolog, ami itt nincs? Zavar tekintettel állnak az előjárók az államtitkár előtt a sokaság élén, majd az egyik nyögve kimondja, térerő, államtitkár úr, innen nem lehet telefonálni, mert itt nincs térerő. Hölgyeim és uraim, minden kornak megvannak a saját maga viccei. A mentális túlélésnek sokszor egyetlen módja van, ha humor tudunk kovácsolni, az elviselhetetlen egyhangúságból, a reménytelenségből, a kilátástalanságból, a ránk zúduló hazugságáradatból. Aztán az is igaz, hogy a humor olyan a hatalom számára, mint a jégeső. A hatalom abban a pillanatban elpusztul, amikor a többség kineveti. A humor útján válik mindenki számára láthatóvá az is, hogy süket a mesztelen király. Hölgyeim és uraim, az elmúlt két év mérlege alapján két dolgot ki kellene emeljünk. Ami nagyon hiányzik az életünkből, nagyon hiányzott az életünkből, az egyik a szabadság, a másik pedig az igazság.
Két olyan alapérték, ami nélkül a demokrácia elképzelhetetlen. Két olyan alapérték, amit a demokráciának nevezett világunkban a legjobban üldöztek a polgári demokraták. Mert ma már oda jutottunk, hogy a keresztény nemzeti kurzus úgy véli, hogy a demokráciát legjobban a szólás és a véleménynyilvánítás szabadsága veszélyezteti. Az elmúlt két évben megismerhettük a rendszer arcát, azt a gátlástalan hazug torzót, amit keresztény konzervatív jelszavakból szőtt magyar nemzeti lepellel fedtek el. Gyűlöletet hirdettek oltott és oltatlan között, zsarolással és kényszerítéssel tömegeket vettek rá arra, hogy beoltassák magukat egy kísérleti szerrel, aminek titkosak a szerződései, amiért senki semmilyen felelősséget nem vállal, és mindent megtettek a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságának megszüntetéséért, és azoknak a szakmai hangoknak az elhallgattatásáért, akik tudósként arra figyelmeztettek, hogy az oltás veszélyes, a gyerekekre különösen az. A fősodratú médiáikból mindenkit kizártak, aki nem az ideológiák feletti ideológia, a covidizmus hívének számított. Megpróbálták nevetségessé tenni az igazságot és a szabadságot. Hölgyeim és uraim, a történelem során soha semmi nem követelt annyi áldozatot, mint a szabadságért folyó küzdelem. Az emberi szabadság felszámolására minden korszakban kísérletet tettek. A leghazugabb az 1789-es francia forradalom volt, amely a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszava alatt a legkegyetlenebb terrorállamot hozta létre, majd szellemi örököseik a bolsevizmusban, a kommunizmusban vitték tovább a kitűzött cél. Minden korszak történelme korábban egymásra rakódott események végeredménye. Soha semmi nem történik ok nélkül, soha semmilyen társadalmi változás nem véletlenszerű folyamat eredménye. Ha nem értjük meg, ha nem ismerjük meg az okokat, amelyek a mi életünket, az elődeink sorsát befolyásolták, akkor a mai világunkról is csak hamis képünk lehet, a jövőnk pedig ugyanerre a hazugságra fog épülni. A hazugságban élő ember a legkönnyebben irányítható és manipulálható, hiszen az iránytűje mindig arra fordul, amerre néz az, aki tartja. Azt hiszi, jó irányba megy, holott csak bolyong a ködben. Hazugságban élő ember már nem tart igényt a szabadságra sem, hiszen azt értelmezni sem tudja. Nemrég egy amerikai professzor azt mondta, ahhoz, hogy szabad légy, először meg kell tanulnod gondolkodni. A szabadságot sokféleképpen kell kiharcolni és megőrizni, de ha először nem tudod, hogyan kell gondolkodni, akkor fel sem tudod fogni, mikor veszik el először a szabadságodat. Ahhoz, hogy egy nép szabad legyen és szabad maradjon, mindenkinek fel kell ismernie, hogy önálló gondolkodásra képes egyén, és meg kell tanulnia minden témában kritikusan gondolkodni. Szepes Mária, a világirodalmi jelentőségű magyar író arra hívta fel a figyelmet, hogy a kritika nélkül lelkesedő ember olyan, mint a részeg, aki fényes nappal az utcán celebrálja obszén rituáléit, és aki józanul rápillant, tudja, hogy örömünnepe holnap a csömör hamvazó szerdájává válik. Hölgyeim és uraim! A gondolkodás lényeglátást feltételez. Azt, hogy térben és időben, az adott területen, egy nagy síkon valaki képes értelmezni az egész folyamatot. Aki csak egy részét látja, az csak béka perspektívából képes érzékelni a valóságot. Egy nép, egy nemzet soha nem akkor kerül válságba, amikor az ellenség legyőzi, hanem akkor, amikor elárulják a vezetői, elárulja az értelmisége. A Trianon előtti évtizedekben nem Károly Mihály és Kunbéla volt a legnagyobb áruló, hanem az a nemesség, amelyik hagyta a folyamatokat kibontakozni. Jelenkorunk elmúlt két évének hazugság áradata nem tudta volna legyűrni a magyar társadalmat, ha az értelmiség nem vállal cinkosságot a globális világ hazai politikai helytartóival. És ez a magára hagyott népünk tragédiája. A hatalom, a rendszer rájött arra, hogy ha valakit el akarsz hallgattatni, akkor fizesd meg.
A mai értelmiség kitartottként finanszírozójának kénye kedve szerint teljesíti a kívánságait, ha kell hallgat, ha kell hazudik. Pedig ők aztán igazán tudhatnák a lényeget, azt, hogy a pénz nem tanít meggondolkodni, hanem csak még több önzésre és megalkuvásra késztet. Ez az értelmiség nem gondolkodik, hanem adminisztrál. Önmaga szükségességét, önmaga létét adminisztrálja, de értéket már nem tud teremteni. Semmilyen rizikót, kockázatot nem vállal, kényelmesen el van abban a medencében, ami már tele van fekáliával, de a benne ülők elhitetik magukkal, hogy gyógyvízben ücsörögnek. A magyar értelmiség pártállástól függetlenül hallgatott, amikor a covidizmus nevében gyűlöletet hirdetett a politika, hallgatott, amikor az oltás miatt másodrangú állampolgárként kezelték az embereket, amikor alapvető emberi jogokat vettek el, amikor Budaházy Györgyre és társaira gyalázatos ítéletet hirdettek, és hallgat most is, amikor a kollektív bűnösség elve alapján gyalázatos módon lépnek fel azon orosz emberek, kisemberek, állampolgárok ellen, akik nem tehetnek semmiről, akik nem vétkesek semmiben. Származásuk orosz mi volta miatt foglalják le a bankszámláikat, és száműzik Európából a világ legjelentősebb kultúráját, az orosz. A magát kereszténynek nevező Európa képmutató módon végigasszisztálta Amerika összes gyalázatos háborúját, az elmúlt két évben az oltatlanok elleni gyűlölet lázában élt, ma a gyűlölet célpontja az orosz ember, megszokássá vált a gyűlölet, hozzászoktatás ahhoz, hogy mindig gyűlölni kell valakit. Hölgyeim és uraim, a demokrácia a gyávák kommunizmusa. A demokrácia a tömegember kora. A tömegember kora a legszörnyűbb végjátéka az emberi létezésnek. A tömegember korának jelenségeit mások mellett Le Bon, Spengler, Ortega, Széchi János, Blázovics Jákó, Molnár Tamás is megírta. De talán jövendőlésszerű pontossággal a mai világot a legjobban a baloldali Herbert Marcus láttatta 1964-ben megjelent az Egydimenziós ember című alapművében. Marcus majdnem 60 évvel ezelőtti előrejelzése szerint a jövendő társadalmában a vezetői uralom átváltozik adminisztrálássá, az országok vezetői úgy működnek majd, mint a globális cégek igazgatótanácsai, a szabadság nélküliséget számos kényelmi berendezkedés alakjában fogadtatják el. Olyan fórumokon döntenek az életünkről, amire az egyénnek semmiféle ellenőrzési joga nincs. A szolgaság új formája, hogy az emberek eszközként, dologként léteznek. Az ember eldologiasodik, függőségbe kerül az őt uraló totalitárius rendszerrel, amit mindenáron megvéd. Hölgyeim és uraim, ez a jelenkorunk szörnyű valósága. Ahogy Herbert Marcus figyelmeztetett, idézem, az emberi szabadság fokának meghatározása szempontjából nem az a döntő, hogy az egyén milyen tágkeretek között választhat, hanem hogy miből választhat és mit választ. Hölgyeim és uraim, egy hét múlva helytartó választás lesz Magyarországon. Az előrejelzések szerint a többség arról fog dönteni, hogy a magát jobboldalinak vagy a magát baloldalinak nevező helytartót ültesse hatalomra, amelyik korlátlanul ki fogja szolgálni az új világrend akaratát. Ennek célja a már megkezdett kényszeroltás alapú társadalom létrehozása, a készpénz megszüntetése, a totális megfigyelés kiépítése, a szabadság minden fokának felszámolása, robotok és rabszolgák világa, ahogy azt a Hungarika zenekar megénekelte. Hölgyeim és uraim, az előttünk álló küzdelemben joggal érezhetjük úgy magunkat, mint Takaró Mihály tihanyi várkapitány 1558-ban, amikor azt írja az egyik levelében, előttem tűz vagyon, hátam megett víz, környűben mindellenség. Ez a küzdelem nem az esélyekről szól, hiszen egyenlő esélyekről szó sincs. Ez a küzdelem önökről szól, mindenkinek a saját meg maga felelősségéről. Mert a döntésnek súlyos következményei lesznek. Jövő vasárnap a papírforma szerint milliók fogják önmagukat és gyermekeit rabszolgaságba taszítani, ítéletet és kárhozatot szavaznak önmaguk fejére.
Hölgyeim és uraim! Szepes Mária az Áldozat mágiája című alapművében az emberi lét legfontosabb értelmét írja körül. Annak az áldozatnak a jelentőségét, ami nélkül nincs semmi, ami emberi. Ami megkülönböztet embert a tömegtársadalomtól, embert a tömegembertől. Nincs magasabb eszmei cél, mint amikor valaki áldozatot hoz valamiért. Mert az az erő, amit az áldozatba teszünk, többszörösen megsokszorozódik. Szepes Mária szerint, idézem, mágikus áldozat az, amikor valami olyasmit teszünk, amire sem a körülmények, sem az egészségi állapotunk nem kényszerít bennünket. Mikor valami olyat teszünk, amely fizikai érdekeinkkel, kényelem szeretetünkkel, kényszerző hajlamunkkal, hiúságunkkal vagy személyes becsvágyainkkal ellentétes. Világi megítélés szerint esetleg értelmetlen és semmi anyagi hasznot nem jelent, amit nem kell megtennünk. Nem kellemes megtennünk, ami talán fájdalmas, fárasztó, nem hoz sikert, csak szolgálat elismerés nélkül, adomány ellenszolgáltatás nélkül, önfeláldozás ála nélkül. Hölgyeim és uraim, az, hogy mi itt vagyunk, az is rengeteg áldozat következménye. Annak az igazolása, hogy igenis van értelme küzdeni önmagunkért, gyermekeinkért, a szabadságunkért, mert ez a mi döntésünk, ez a mi áldozatunk. És az áldozat az is, hogyha kizárólag mindenhol készpénzzel fizetünk, és áldozat az is, ha nem vásárolunk multinál. Ezzel is a saját szabadságunkat tudjuk védeni. Egy keleti bölcsesség szerint minden erőnek létfontosságú szüksége van az ellentétére, pont azért, hogy kifejthesse lényegét. A szemben lévő erő döbbenetesnek tűnik. De nem az, hiszen ne felejtsék el, az ellenfélnek mindig annyi ereje van, amennyit beleképzelünk. A szabadság nem alkukérdés, a szabadság nem eladó, a szabadság élni akar, a szabadság ereje legyőzhetetlen. Memory Joel, amerikai kortárs, konzervatív gondolkodó a covidizmus kapcsán nemrég azt írta, használnunk kell a szabadságunkat, hogy továbbra is emberként éljünk. Kritikus gondolkodással kérdéseket tegyünk fel másoknak és magunknak. Az intellektuális kíváncsiságra kell törekednünk, nem pedig az önjelölt szakértők által kimondott dogmákhoz való ragaszkodásra. Ha megengedjük néhány technológiai cégnek, gyógyszergyártó cég vezérigazgatójának és politikusnak, hogy helyettünk gondolkodjon, vagy eldöntse, milyen típusú információkat olvassunk, akkor minden szabadságunk elvész, mindent elvesztettünk. Hölgyeim és uraim, a döntés világos. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Ébresztő Magyarország, ébresztő magyarok!